most elvisszük Önöket egy olyan helyre, amit már jól ismernek, ahol a tér és az idő elveszíti jelentőségét, a képzelet és a valóság horizontja összemosódik. Találkozni fognak majd félelmeikkel, vágyaikkal, azzal, akiről a legkevesebbet tudják. Önmagukkal. No hát sziasztok, itt vagyunk egy újabb filmtárodásban, egy nagyon új film esetén, amit az HBO Max-en láthattok. Fillerekből készült, szerintem ennek egy hatalmas siker lesz, az a karanténzóna, hiszen a karanténzónában mindig találtunk valami újat, nem? Hiszen az internet zugában, a mobilok, laptopok zugában, amikor oly magányosak vagyunk, mindig találtunk valami újat, nem? A karanténzóna is ugye ezt a bűvkört járja be, hogy az első részletében, hiszen öt kisfilmből, sketchfilmből áll, pont a magány, az egyedülét is a szorongás bűvkörét járja be, hiszen egy idő után, ezt nem tudjátok, de ugye a pároknál ugye mindig mondják, hogy nem jó egész nap együtt lenni, nem jó ugyanazon a helyszínen dolgozni 8-10 órát, aztán otthon együtt lenni, mert egy idő után beleőrülsz, és a karanténzóna nagyon sok párt kötelezett arra, hogy sajnos ilyen helyzetbe kerüljön, valaki ezt könnyebben fel tudta dolgozni, valaki nem annyira. És erről szól a karanténzóna, hiszen a különböző részei a, úgymond a filmnek egy-egy aspektusát járják be a karantén hatásainak, illetve hát a pandémia hatásainak. Legyen az például ugye a gyerekeinkkel való kapcsolat, illetve az iskolábeli problémák és az idős gondozás, legyen az például már említett párkapcsolat, legyen már az említetteken kívül például egy, az egy kicsit talán a leginkább távol lévő testhorror képzavar, vagy legyen például egy olyan, amikor is kizárjuk magunkat a valóságból, a hosszú egyedüllét és számítógépes munka akár, hát egy virtuális valóságban is a semmibe vezet minket, vagy a sehol lét megvalósítását mutatja meg nékünk. És van még egy olyan is, amikor a közszolgálatiság kerül ugye előtérbe, amikor egy idős néninél hát próbálkoznak segíteni az önkormányzatias emberkék, de sajnos hát itt is van egy olyan elem, ami egy csomószor előjön a történeteink során, a sci-fi elem. A Twin Peaks, illetve az Alkonyzóna sorozat, és meg a nyomás, egy 80-as évbeli sci-fi sorozat szerintem inspirálta elég egyöntetően a filmet, illetve itt van még például a testhorrorok tekintetében ugye mindenképp egy nagyon fontos megjegyezendő David Cronenberg rendező úr, akire pont most jön ki egyébként szintén egy testhorrorja, illetve azt hiszem már kijött talán streamingre. Mindenképp ezek szerintem mindenképp hatással voltak a filmre. Azért nem csoda, mert az alkotók Mucsika László, illetve ugye Zsoltér Indi Dániel, ők hát mint nem tudom sokan tudjátok, de ők bloggerek voltak, újságírók, illetve hát film kritikusok, esztéták, nem is tudom minek, hogyan fogalmazza, illetve szerkesztők, főszerkesztők, például Roboraptor ugye honlapom, vagy egy blogom, és csináltuk is egy interjút korábban Danival, illetve Daniékkal, akkor még nem tudtam, hogy pontosan ez lesz majd a nagy projektjük, és most voilà, nagyon jól megvalósult viszonylag kevés pénzből, ennek ellenére hatalmas ötletekkel, tehát ilyen az véleményem szerint, amikor valakik ötletes forgatókönyvet nyújtanak be kevés pénzből, ez mennyivel többet hoz mind a kultúrának és a művészetnek, hogy ilyen jól meg tudnak fogni egy korábbi népszerű mondjuk műfajokat, ugye a 80-as évekből, és a mai kortárs pandémia hatásait, és ezt milyen kevés pénzben meg lehet csinálni. Manapság iszonyat drága, 10 milliárdos filmek készülnek most majd, csak hát sajnos láthattuk az elmúlt 30 évben, amikor ilyen nagyon drága filmek voltak, talán a Kincsemen kívül egy sem volt nagy siker, se kritikailag, se bevételileg, de egyébként a Kincsem se volt véleményem szerint kritikailag, és szerintem sem volt egy nagy film. Ennek ellenére azért elég sokan néztük, hogy pénzügyileg nem volt sikertelen. És ez egy olyan film, hogy végre képes azt elhozni, hogy igen, kicsit mutatok, és én kicsiből csinálok nagyon. És nem csak amiatt, mert valószínűleg tényleg lehetek sikeres is lesz, nézettségileg, pénzügyileg, minden szempontból, hanem egyszerűen valami pluszt ad a, ugye a magyar
filmművészet számára. Bár mondjuk ez a film, valami szinte azt kell mondanom, hogy nem érzem azt, hogy olyan típusú film lenne, amit még tízszer meg fogunk nézni. Mert eleve egy ilyen sketch film, meg kicsit olyan, mint a... akartam hirtelen nektek mondani a... Volt az a szintén azt hiszem 5 vagy 6 részből álló Netflixes film, amit szintén azóta egyszer láttam, csak pedig egy nagyon jó film. De egyszerűen nem nézheti magát így többszörösen, hogy így fogalmazzak. Sajnálatos módon Buster Scruggs valadája, igen. Érdekel nagyon tetszett, erről is láthattok beutatott kritikát. És valamilyen szinte egyébként tudnám ahhoz is hasonlítani, hiszen ott a western különböző elemeit fogták meg, az 5 vagy 6 kisfilmben a western különböző stílusait, illetve hát ilyen kultikus helyszíneit, vagy karaktereit, vagy jellemzőjét fogták meg. Tehát volt ott is egy központi összefogó erő, hogy itt az a pandémia, illetve a karantén hatásai. De ennek nagyon nagy varázsa volt abban a filmben és itt is, hogy ennek meg tudták fogni a különböző 15 perces kis részeken, úgyhogy mindegyikhez egy kicsit más műfajt adtak. Tehát ahogy mondottam, volt a testhorror, volt a thriller, volt a párkapcsolati dráma és sorolhatnánk, tehát ezért voltak annyira változatosak, de mégis egységesen összefogóak. Ott is és itt is, mert a western ott is jelen volt mindenhol, de mindig valami más aspektusát kaptuk meg, és nem tudom, hogy ez a film is inspirálta ezt a filmet, ezt majd egyébként hamarosan remélhetőleg hamarosan lesz egy interjúk valószínűleg a rendező úrral, és akkor ezt is meg fogom tőle kérdezni, hogy mik voltak a pontos inspirációk, de én egyszerűen ezeket érzem így egyelőre. És nagyon nagyszerű, hogy nem kis neveket tudtak megszerezni a filmhez, tehát azért itt nem kis a magyar színész óriásokról kell beszélnünk. Mert itt van például Új Réti László, akit legalább Terence Hill hangjaként mindenkinek ismernie kéne. De egyébként ő volt például ugye a Gyűrűk Ura, a Théoden király hangja, és még lehetne meg annyi jó szikrahangot mondani. Itt van Pásztor Erzsi, akit nagyon sokan a színházakból is legalább ismernetek kell, de ismertitek nagyon sok filmből és sorozatból is, de szinkronhangként is. De Tolnai Klárát ugyanúgy megemlíthetném, Makranci Zolánt is, Ónódi Esztert. Úgyhogy nagyon jó színészgárda dolgozott itt a filmen, és az operatőr munkát is meg tudnám dicsérni. Nem csak azért, mert tényleg néha eléggé trükkös és szakmányos láthatóan érthető módon lett elkészítve a film, hanem tetszenek ezek a kis meták, nekik a csingatások. Ugye maga a rendező úr is kamaúzik az utolsó 15 perces kis filmrészletben, és hát a közepén meg a végén, most nem emlékszem már teljesen pontosan, az elején és a bocsánat, az elején is a végén a filmnek az egyik-egyik részletben benne van a kis történetben, benne van metaként a film reklámja, gyakorlatilag csak nincs teljesen odaírva, és ötletes volt, illetve a karanténnek a hatásai például a filmművészetre. Egy-egy ilyen magazinra kell gondolni, például egy-egy képre, ahol ez fel lehet, hogy ez tetszett, amikor gyakorlatilag a film önmagára és a karanténra úgy reflektált, hogy az mit okozott a filmiparban, és részre ugye önmagára is. Nagyon érdekes, és hogy az ötlet tehát honnét jött, ez így elég egyértelmű volt, persze már a legelején is a filmnek, meg a címből is kiderült gyakorlatilag, de nagyon tetszett az önreflexió, illetve az, hogy különböző utalások voltak itt-ott-ott a film elkészültére, illetve annak okaira is, szóval ilyen érdekes volt, ez tetszett nagyon szintén, hogy az ilyen ötletességek mindig nagyon tetszenek. Aztán dicsérjük meg mindenképp a narrátorunknak a munkáját, ilyen Mucsika László, aki nagyon sokszor együtt dolgozott Dalival, és most a főszerkesztő Roboraptor a blogon, és nagyon tetszett, hogy tök jól fölvezette, hogy mi várható ránk az egyes ilyen epizódok előtt, illetve levezette és összefoglalta azt, hogy mi az epizódok lényegében igazából mi volt fontosabban, amikor már ilyen megnéztük őket. És nem beszélt túl a dolgokat, mert nagyon sokan nem szeretik az ilyen típusú filmeknél túlbeszélik a dolgokat. Nem erről van szó, két mondatnál talán soha nem mondott többet, háromnál. És azok után, ahogy véget ír ugye ez a film, sketchfilm, én azt várom, hogy legyen még folytatása, hogy az Alkonzóna is nagyon hosszú ideig ment, a Twin Peaks is. Hát folytatódjon a karanténzóna minisorozat formájában, hát ugye itt van nekünk a már említett Black Mirror, legalább egy hasonló metódusban lehetne csinálni, akár most kinyújtva a film
részleteket, vagy epizódokat ilyen 30-40 percre, és akkor legalább, és akkor megjelenne mondjuk, mit tudom én, egy évadban évente egy 7-8 rész. Ez csak egy nagyon jó tipp, mert szerintem ez a metódus mindenképp lehetővé teszi. Azt mondjuk hozzá kell tenni, lehet, hogy majd kell variálni rajta, ha csak véget nem ér ugye hamarosan a karantén, illetve hát a pandémia időszaka. De én úgy vélem, hogy tipikusan egy olyan lehetőség, ami folytatható. A gátja maximum az ötletek lehetnek, hogy van-e még ihletés és ötlet. De hogyha van, akkor mindenképp én folytatnám a készítők helyében. Főleg úgy látva, hogy a kritikák is nagyon jók, tehát sikeres a film. És hát legalábbis én egyről ezt látom, és nekem is nagyon tetszett. Talán a testhorroros rész az, amit egyedül kritizálni tudnék, hogy egy kicsit túl nyújtott, túl hosszú volt, és túl már testhorror volt. Kicsit így elütött a többitől, tehát az már túlzóan horrorisztikus volt, hogy mondjam nektek, még amúgy sem szeretem annyira egyébként a testhorrorokat személyesen, de nekem a többi részt is egy kicsit elütött. Talán abban volt a legtöbb ilyen természet feletti. Bár mondhatnánk mondjuk az önkormányzatiasoknak a részét, ugye, de még ott is ugye vannak kérdőjelek, a pásztorázs is történetrészt. De nem tudom, tehát néha nehéz lehetett talán eldönteni egy picit, hogy mennyire akarunk a természet feletti oldalra menni, és mennyire akarunk a realitás, illetve a karantén per pandémia által okozott hatásokra menni. Tehát egy-két ilyen történetrésznél úgy éreztem, hogy kicsit a természet feletti talán túllőtt a dolgokon. Talán pont a pásztorális résznél, illetve a testhorros résznél éreztem talán ezt jobban. Igazság szerint, mert például pont az utolsó résznél, ahol a kockaság, illetve a számítógépes munka és a karantén otthoni home office hatásait láthatjuk, az sajnos eléggé valós szerint. Tehát abban nem láttam sci-fit igazság szerint, hatást lehet, hogy láttam, de simán el tudnám ezt képzelni, főleg, hogy vannak ismerőseim azért, akik hosszú távon lehet, hogy ma megbajlódtak a home office-szal. De ugyanígy az első epizód is szerintem rohadtul reális, annak ellenére, hogy a megvalósítása próbál misztikussá válni. Egyébként nagyon sokszor az operatőr munka tesz egy-egy olyan eléggé realista helyzetet misztikusabbá, és akkor így megvalósul ez a misztikum, vegyítve a valósággal. Egyedül ez a két epizód talán mondom, a pásztorás és a testorvos, ahol ezt talán tudom egy picit kritizálni. És hogy egy-két helyen van egy kis túlnyújtott újjátszás, talán minimálisan, de egyébként nagyon minimális, és ez nem alapvetően egy nagy probléma, ez akár a stílus része is lehet. Talán, tehát ha valamit kritizálnunk kéne, mert nem mondjak mindig csak jót ugye egy-egy filmről, ugyebár, de a hosszok azok például tökéletesek, tehát patika mérlegen úgy van kimérve, hogy szerintem egyáltalán ez a ami történéshez is a forgatókönyvhez, amit láttunk, tökéletesek ezek a 15 perces epizódok. Viszont én azt látom, hogy mondom, később akár lehetőség van kinyújtatni egy 30-40 perces, hogyha még egy minisorozat formájában folytatódna a dolog, simán el tudnám ezt képzelni, és akkor jobban ki lehetne dolgozni bizonyos dolgokat, mert itt lehet, hogy lenne rá még tér, úgy gondolom. Tetszett, hogy egyébként néha a zenéket, a hanghatásokat is igazították akár a horror, a thriller, vagy a párkapcsolat dráma stílusához. Ez is annyit tetszett. Úgyhogy én nekem ez ide színfont volt a magyar filmes kultúra színpadán. Azt kell mondanom, régen láttam talán ennyire hatásos filmecskét. Talán még a Van valami megmagyarázhatatlan volt hasonló. Így az elmúlt 5-6-7 évből, ami egyébként nagyon tetszett, és azt gondolkozok, hogy van-e valami igazán új film, ami úgy nagyon behúzott, de ezen a kettőn kívül nem tudom, hogy van-e. Ennek kell, sajnos mondom, azt érzem, hogy egy kicsit nem egy olyan típusú film, amit majd itt 100-szor fog mindenki megnézni, pedig azt megérdemli, hogy legalább egyszer mindenki megnézi. Én például gimnáziumokban, egyetemekre, főleg az adott szakokra, mondjuk egy filmes szakra simán berakatnám, kötelező kis megnézésre, egy-egy órán belül, aztán kibeszélésre. És ugye a karantén, illetve a pandémia kontextusában is ezt bőven meg lehet
ki lehet majd beszélni, meg lehet beszélni, ezért egy tök jó tematika, akár más órákra is, akár orvostudomány, biológiába is így be lehet húzni valahogy. Úgyhogy mindemellett pedig szórakoztató, véleményem szerint. És hát tetszett az is, ahogy ment néha a kampánya, és ahogy adagolták a trélert, a trélereket. Nem volt túlzós, de nem is volt túl kevés, hanem pont a kellő arány van. Az izgalmakat, a misztikumot, illetve az érdeklődés szépen keltette fel a kampánya a filmnek, úgy fogalmazok. Sokan, akik csalódtak, mert vannak csalódott emberek is, ahogy láttam fórumokon, hogy többet várt, én szerintem Twin Peaks-esebbet várt. Tehát nem várta azt, hogy azért ennyire lesz valódi kötődés a valósághoz a filmnek. Legalább az ötből legalább három történetben. Lehet, hogy ez neki túl igaz és valós hatású volt. Én erre tudok tippelni, többen azt gondolták, hogy mivel azért volt a reklámnak egy erős Twin Peaks alkonzóna éve, illetve egyes kritikánknak, hogy ez sokkal ilyen elszabadultabb lesz, és sokkal jobban ilyen misztikusabb, szifisebb, horrorisztikusabb, mint amit végül kaptunk, de szerintem pont az a jó, hogy ilyen egységesen tudott a kettő jelen lenni, és az egység az nem tört meg nagyrészt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ha mindenki nézze meg, aki csak tudja, és aki számít az HBO Max-en, mert hát ez a film mindenképp megérdemli, mert a kreativitást, az ötletességet, az díjazni kell, mindig azt mondom, míg az ellentétjét meg pont, hogy nem kell díjazni. Sajnos a mai világban sokszor ennek az ellentétje látható. Lásd például a mostani Jurassic World világunalom című film. Így is már 800 körül lesz lassan, annak ellenére egy nagyon rossz film. De hát néha egy-egy filmet sajnos elég egy dinóval, egy Star Wars figurával eladni, és már kész is a siker. Ezt azért láttuk az elmúlt pár évben, egy Marvel figura. Az, hogy maga konkrétan a film milyen, az nem mindig van ott a marketing listán. Inkább tudjuk jól, hogy a merchandise, a figurák, a hype vonat sokszor elég ahhoz, hogy eladjon egy filmet. A Garantai Zónánál viszont maga a film nézeti magát. Az, hogy ötletes a kampány, és ez egy más, mert az sem megszokott, véleményem szerint teljesen megszokott, és ez is tetszett, hogy még itt is tudtak kreatívkodni. Ez igazi kreatívkodás az ez, amikor valami újat ismernek műteni, vagy valami két különálló stílus mernek össze mixelni, és az végül sikeresen történik egy jó megvalósítással segítve, akkor ilyen dolgokat kapunk. Úgyhogy a karanténzóna várt teket is, azért készítek fel, biztonsági öveket azért becsatolni, de remélem kiszabadultok azért majd belőle, mert hozzá kell tenni, hogy egy kicsit vannak ilyen depresszív érzetű jelenete is, tehát amikor elég le tudja húzni néha az ember, de hát ilyen volt a karantén és a pandémia egy darabig, hogy azért lehúzta az embereket. És ennek a filmnek is van néha egyébként egy kicsit így ilyen íze, hangulat, világa, hogyha valaki ezt nem szereti, ezt csak azért mondom, hogy azért erre is készüljön föl, de nem ez a fő jellemző. Ha a valóságot nézzük, volt valójában is hasonló érzés, sokaknál ebben biztos vagyok. A film egy-egy részlete ezt csak megfogta és prezentálta. És ezért hibáztatni én nem hibáztatnám a filmet. Sokan szerintem ezért is húzzák a szájukat. De ha már ugye mondjuk a depressziót, meg ugye a sötét, ugye eretvágó magyar filmek stílusan, az erre a filmre nem jellemző. Volt, amikor nevettem is. Tehát annyira nem túlzó az a dolog egyáltalán, és sokszor még humoros is volt egy-egy részlet. Bár a humor azért kevesebb szer jön elő, mint esetleg mondjuk valaki várná. Ennek ellenére ez egy tényleg jó film. Nézze meg mindenki, aki csak teheti, búcsúzom tőletek. Sziasztok!